Őket kellene meggyógyítanom. Ők teljesen egyformák. Sőt, sorozatszám alapján egymás után következnek. És van ez a páros. Ők különböző méretűek is. Pedig ugyanaz a típus. Ilyen céges lomtalanításból valók. A feketék. 863 forint volt annak idején. 8-on, 30, 45, 45-től 20-ig. A barnák. Ugyanaz a típus szám. De ő 4 ohmos, szintén 30, 45, 45-től 20 kilóig. A fekete háromutas, és a tipikus hiba, hogy pár évtized alatt eltűnik a perem. A barna két utas, és ugyanaz a hiba, a nagyhangszóró pereme egyszerűen szétmállott. De szerencsére lehet hozzákapni még a mai napig peremet. Ez ilyen habszivacs. Persze ki lehetne cserélni gumira, valószínűleg tartósabb is lenne, de akkor megváltozik a hangja. Kiszedtem a hangszoróból mindent, a nagy hangszorot és a tömítőanyagot, és valaki kreatív módon a másikból kiszedte a magassugárzó csatolókondenzátorát, és összekötötte az egészet két homra. Ez így nagyon okos volt. Bezsákoltam a tömítőanyagot, amennyire lehetett leszedtem róla a perem maradékokat, és ők a hangszórók. Őket kell meggyógyítani. Ez itt a tömítőanyag, mert ezek zárt dobozok, de lehet, hogy ez helyett is ki kell találni valami újat. Ez az eredeti perem anyaga. Teljesen szétmállott. A fekete háromutas. Itt is két kondenzátor van a két hangszóró csatolásának. És itt a tömítőanyag olyan, mintha még friss volna. Ugyan ragadós, nyúlós. Ezt viszont tényleg meg kéne menteni. És még valami. A videótonnál nem erősködtek a típusjelöléssel, mert itt van, hogy HA20x10K 8 ohmos hangszóró, ez a fekete. És itt van HA20x10K, ez meg 4 ohmos. Ugyanaz a típus szám, két különböző hangszóró. Haladok a hangszórókkal. Ő még ugye nincs megpucolva. Ott is ott a maradék még. A membrán szélen is. Ő már szépen megpucolgatva. Amire lejött a ragasztó. Csak körömlak lemosó volt itthon. Tudom, nem erre való, de működik. Ő már félig összeragasztva. Először rá kellett ragasztanom a membránra a szivacsperemet, és már így egész jól beközepezi. Faragasztót használok. Ott van ráragasztva. És ő már teljesen kész. És nincs surlódás. Tökéletes. És most jön a bajság. Másik két hangszorot is javítanám, de másik pár membrán valahogy nem stimmel. Először is ott kicsit nyomorék, ez is nyomorék, nem egyenletes, és rohadtul nem fekszik föl. Most vagy ezek hibásan készültek, vagy rossz típust kaptam, mert ezekhez a hangszorokhoz kétféle típus van. A nagyon régi
és az újabb, a szem 90 után készültek. Szerintem ezek a szélek rosszak. Mindenki kész, és jól van. Mindegyik szépen jár, egyik sem súrlódik, de sajnos mégsem tökéletes, mert egyiken másikon, főleg rajta, nagyon látszik egy vetemedés. A peremmel próbáltam kicsit helyrehúzni, de ez már sosem lesz az igazi. Akartam pótolni az egyikben a hiányzó kondenzátort, amit kivágtak, de a másikban is hülyeségeket mértem, és össze-vissza a limulaműszer. Kiszedtem a kondenzátort abból is, és kettő darab ilyen két mikros kondenzátor volt benne. Na most ezzel az a gond, hogy ez kétszer kettő az négy. De ezeken a kondenzátorokon 6 meg 8 mikrókat mérek. Más műszerrel is. Ráadásul van egy rakás ilyen kondenzátorom, Remix 2 mikros kondenzátor, és mindegyik 4, 6, 8 mikrókat mutat. Ez így nem stimmel. Más kondenzátorokkal nincsen gond, csak ezekkel a két mikrósakkal. Ezt nem is értem. A másik hangfal is ugyanilyen közép és mély van, a nagyobbik hangszóró, azelőtt 5,5 mikrot mérek. És abból nem akarom kibontani a kondenzátort, úgyhogy találomra mindkettőbe beraktam a kis hangszóró elé egy 6,8 mikrost. Ott is, úgy, ahogy rögzítettem, hogy ne lifegjen, mert a rezgés kijátszhatja a forrasztást. Ez egyelőre így marad. Most kell egy kicsit gyurmázni, ezt a cuccot vissza kinyújtani hosszúkás hurkaformára, rárakni végig a hangszóró peremére, és miután visszatömködtem a csillapító anyagot, ez azért kell, hogy ne rezegjen a doboz, ezt visszakerekni a helyére, behúzni csavarokkal, ez az anyag szétterül, és itt szépen tömíteni fog, ugyanúgy, ahogy eddig tette. És készen is vagyok velük. Szépen passzol vissza helyre mindegyik. Ő a legbetegebb. Látszik is rajta, hogy nem középen van. A vetemedés miatt. De majd meglátom, hogy szól. Akit amúgy érdekel a hangszórójavítás, annak rakok be egy YouTube linket majd a videó alá. Először a kis feketék. Tökéletesen működnek. Ők pedig a barnák. Ők a négy ómosak. Nagyon szépen szólnak, a szomszédom megörül.